Kedves vendégeink! Mezőtúrváros önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm Önöket, a városunkban dolgozó óvónéniket, tanítókat, tanárokat, dajkanéniket és a munkájukat segítő technikai dolgozókat, és mindazokat, akik bármely területen a munkájukkal elősegítik a fiatalság nevelését. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Herceg Zsoltot, Mezőtúrváros polgármesterét. Tisztelettel köszöntöm Szűcs Dánielt, Mezőtúrváros alpolgármesterét. Csányi Tamást, országgyűlési képviselőrat. Kozák Zsolt Gyulát, a Mezőtúri Általános Iskola és Alafokú Művészeti Iskola vezetőjét. Tar Anikót, a Kossuth Iskola vezetőjét. Karapancsemné Jász Ildikót, a Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola tagintézmény vezetőjét. Gyuricskóné Horváth Ágnest, a Rákóczi Iskola vezetőhelyettesét. Kecséné Varga Beátát, a Rákóczi Iskola vezetőhelyettesét. Tisztelettel köszöntöm Kovácsné Tódor Enikőt, a Karcagi Szakképzési Centrum, Teleki Blanka Gimnáziuma, szakgimnázium és kollégium igazgató helyettesét. Szeretettel köszöntjük körünkben Lovas Lajost, a Karcagi Szakképzési Centrum, Teleki Blanka Gimnáziuma, szakgimnázium és kollégium igazgató helyettesét. Tisztelettel köszöntöm körünkben Égerné Tamás Anna Máriát, a Mezőtúri Református Kollégium főigazgatóját. Tisztelettel köszöntöm Tóth Klárát és Barcsi Zitát, a Mezőtúri Városi Intézmény Csodavár Központi Óvoda intézményvezető helyetteseit. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a megjelent kitüntetetteket és a hozzátartozóikat, valamint a megjelent városi képviselőket is. A Városi Pedagógus Nap alkalmából a Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola diákjai köszöntik színes műsorukkal a megjelent kedves pedagógusokat és a vendégeket. Az előadók Hegyi Hanga, Erdős Alen és Gonda Vera, a felkészítő tanár Kozmaréka Anna, Pap Gábor, Megyeri Attila, zongorán kísér majd az elkövetkezendőben Pusztai Katalin. És a műsorszámok a következők lesznek. Kiskece lányom, egy boszorka van. Erdős Alen pedig eljátsza Fernando Sor Ádúr etüdjét, valamint Bach parasztkantáta részletét. Gonda Vera pedig eljátsza a Otterer Kotyót című művét. Mindenkinek kellemes szórakozást kívánok hozzá. Thank you.
nagyon szépen köszönjük ezeket a felemelő pillanatokat, hogy nekünk ajándékoztátok, gyerekek, és köszönjük szépen a felkészítőknek is azt, hogy itt voltak velünk, és felkészítették a diákokat. És tisztelettel felkérem polgármester urat, hogy a felkészítő tanárok részére egy-egy kis ajándékcsokrot kérem szépen, hogy adjon át. Megkérem Kozmaréka Annát és Pusztai Katalint, hogy szíveskedjenek ide fáradni. Köszönjük szépen, és ezennel tisztelettel felkérem dr. Krizsány Józsefnét, a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetés tulajdonosát, valamint a Körösvölgyi Természetvédelmi Egyesület elnökét, hogy mondja el ünnepi köszöntőjét. Nagyon szépen köszönöm a felkérést. Sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, a tanítókat, a tanárokat, az óvónőket, a dajkákat, az igazgatókat. Külön tisztelettel az itt ülő díszvendégeket, akik ma kitüntetést kapnak. Ma nem tanulni jöttünk, ma a szívünk ünnepel. Köszöntjük a pedagógusokat. Először 1951-ben köszöntötték őket, éppen 70 éve, amikor én születtem. Nem lehetek elég hálás Mária néninek, aki Mezőkovács házán tanította betűvetésre. Kórusban mondtuk a szorzótáblát, és 49-en jártunk egy osztályba. És mindig nagyon sok virágot kapott pedagógus napkor, nagyon jó tanítónéni volt. Mert milyen a jó tanár? Nyílt, művész, sokoldalú, lélekbúvár, de főként olyan, mint a kertész, aki óvatosan neveli a palántákat, hiszen a nap sem küld égető sugarakat a fiatal palántákra, hanem észrevétlenül hevíti fel azokat. 45 évvel ezelőtt fiatal házas párként érkeztünk Mezőtúra. Én a Kossuth téri iskolába, a férjem a főiskolán helyezkedett el, ez volt az első és utolsó munkahelye. Hálás vagyok a fenntartónak és a református iskolának, Égerné Tamás Anna Máriának, hogy segített, és most is segíti a 30 éves Kán Károly versenyt. Köszönöm a város vezetésének, a segítő iskoláknak, a versenybizottságnak, akik még ma is velem vannak, Juhászné Szigeti Erzsébetnek, Bodorikné Aszódi Ágnesnek, Majoros Gergelynek, és Fekete Gábornénak. Az országban három pillére van a versenynek, Moson-Magyaróvár, a Kitai Belverseny, Kisújszállás, a Herman Ottó verseny és Mezőtúr. A mi versenyünk lett a másik két verseny kis testvére. Mi tudjuk a legjobban, hogy ez a korosztály mennyire fogékony, érdeklődő, őszinte, hiszen a természet szeretete ott él minden gyermek lelkében, és csak kevés kell hozzá, hogy lángra lobbanjon. A verseny megálmodói és a tanárok szikrát adtak. A vérbeli pedagógusok felkutatták a tehetséges tanítványaikat. A legjobbak több ezren eljutottak Mezőtúrra, és vitték a város jó hírnevét. Szeretném, ha mindenki így lenni örömét a tanításban. Kihunynak a fények, bezárják az iskolát, de ő még mindig szívvel, lélekkel tanítja a biológiát, írta nekem Jászné Polgár Mária. És most pedig szeretnék mondani egy verset, a pedagógusokat köszönteni. Kezedbe teszem a könyvet, hogy vezessen a sűrű ködben. Kezedbe teszem az átlátszó kristályt, hogy lásd a szépet, keresd a tisztát. Kezedbe teszem a szőtt takarót, takard be az árván fázót. Indulj hát, hív magaddal a gyermeket, vezesd őket, utat ne tévezd.
s magadhoz mindig hű maradj, mert élen állsz és messze látsz, sose feledd, példa vagy. Nagyon szépen köszönjük az ünnepi gondolatokat, és felkérem polgármester urat arra, hogy Krizsán Józsefné részére egy kis üdvözlőcsokot szíveskedjen átadni. Kedves Piroska, fogad szeretettel, és itt mindenki előtt szívből gratulálok a kitüntetésedhez, mindenkinek. További jó erőt, egészséget. Tisztelettel felkérem Herceg Zsoltot, Mezőtúrváros polgármesterét, és Szűcs Dánielt, Mezőtúrváros alpolgármesterét a díjak kitüntetések átadására. Mezőtúrváros képviselőtestülete életműért díjat adományoz Fekete Gáborné részére. Fekete Gáborné a mezőtúri Teleki Blanka gimnáziumban érettségizett, majd 1981-ben szerzett diplomát biológia földrajz szakon a Debreceni Kossuth Lajos Tudományi Egyetem természettudományi karán. Iskolái elvégzése után 1981-ben a Teleki Blanka gimnáziumban kezdte pedagógiai pályafutását. Házasságkötése után 1984-től általános iskolai tanárként dolgozott Monostorapátén. Később 1986. januárjától Komáromban, majd 1986. augusztusától szintén általános iskolai tanárként visszatért Mezőtúrra a 4-es számú általános iskolába. 1993-tól kezdte meg a Szegedi Kis István Református Gimnázium falai között értékes szolgálatát középiskolai tanárként a gyermekek között immáron 28. éves biológia-földrajz szakos tanárként. 2005. augusztus 31-éig a Református Gimnázium általános igazgatóhelyettese is volt. Utolsó osztálya 2019-ben ballagott. Kollégáim mindig bizalommal fordulhatnak hozzá szervezési, szakmai kérdésekben. Kiemelkedik szervezési feladatai közül a Benkő Gyula Országos Komplex természettudományi vetélkedő megrendezése évről évre, valamint szakmai segítsége elengedhetetlen a Kán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny döntőjében. A társadalmi életben is aktív közösségi szerepet vállal Mezőtúrvárosában. Véradás szervezésében, pedagógus kórus szervezésében, színházlátogatások szervezésében, környezettudatos nevelés saját biotermékeivel, állatvédelemben. A kitüntetéséhez szívből gratulálunk, nagyon jó egészséget kívánunk a továbbiakban is. Mezőtúrváros képviselőtestülete életműért díjat adományoz, valamint az emberi erőforrások minisztere dr. Kásler Miklós miniszter úr pedagógus szolgálati emlékérmet és a Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pro Juventute díjat adományoz Lovasné Török Katalin részére. A Pro Juventute díj átadásához felkérem Kozák Zsolt Gyula igazgató urat is, hogy szíveskedjen közreműködni.
Lovasné Török Katalin, matematika, műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanári végzettségét 1981-ben szerezte az Egri Ho Chi Minh Tanárképző Főiskolán. 1981-től a karcagi Záduruti Állami Általános Iskolában dolgozott, majd 1981-től a mezőtúri Rákóczi Iskolában kapott kinevezést, ahol nyugdíjba vonulásáig folyamatosan végezte nevelő, oktató, valamint 1997-től igazgató helyettesi munkáját. Az iskola felső tagozatán mindkét szakját tanította, osztályfőnökként is tevékenykedett, tantárgyait nagy szaktudással tanította. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2015-ben közoktatásvezetői szakvizsgát szerzett. Kollégáival közvetlen kapcsolatban állt, kiváló szervezőkészségének az iskola számos alkalommal látta hasznát. Mindig fontos volt számára, hogy a gyermekek, pedagógusok és egyéb munkatársak jól érezzék magukat az iskolában. Vidám, őszinte személyiség, a motiválást, a meggyőzést alkotóerőként használta. Ösztönözte, dicsérte, kiemelte azokat, akik az átlagnál többet dolgoztak. Önzetlenül adta át tudását, vezetői, szakmai tapasztalatait. Mezőtúrváros képviselőtestülete 2001-ben Mezőtúr gyermekeiért díjban részesítette. A kitüntetéséhez szívből gratulálunk, jó egészséget kívánunk! Mezőtúrváros képviselő testülete életműért díjat, valamint az emberi erőforrások minisztere, dr. Kásler Miklós miniszter úr, pedagógus szolgálati emlékérmet és a Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pro Juventute díjat adományoz Nagyné Mile Ilona részére. Nagyné Mile Ilona 1982-ben végezte el a tanítóképző főiskolát Jászberényben. 1984 óta a Kossuth úti iskola nevelőtestületének meghatározó tagja. Folyamatos önképzéssel, továbbképzéssel bővíti módszertani kultúráját. Tudásmegosztó tevékenysége intézményen belül folyamatos volt. A kompetencia alapú oktatás kipróbálójaként megerősítést nyert osztálytermi kereteken belül és kívül egyaránt. Tanítványaival, a szülők közösségével való együttműködése példaértékű. Az iskolavezetés igazgató helyettesi feladatokra kérte fel, melyeket rövidebb-hosszabb ideig nagy odaadással végzett. A Németh József matematika emlékverseny egyik szervezője évek óta. Az utóbbi években digitális tananyag összeállításával és szerkesztésével foglalkozik. Az elkészült munkáit szakmai csoportokban osztja meg kollégáival, akik országszerte, sőt határon túl is eredményesen használják. A Kossuth iskolában eltöltött közel 4 évtized alatt a nevelőtestület meghatározó tagjává vált. Az intézmény a pedagógus pálya iránt elkötelezett, hiteles, innovatív pedagógus. Lelkiismeretes, precíz munkája, szakmai tudása alapján város Mezőtúrváros képviselőtestülete 1997-ben Mezőtúr neveléséért, oktatásáért kitüntető elismerésben részesítette. A kitüntetéséhez szívből gratulálunk, további jó erőt és egészséget kívánunk!
Mezőtúrváros képviselőtestülete Mezőtúr nevelésért, oktatásáért kitüntető díjat adományoz Nánási Németh Dóra részére. Nánási Németh Dóra 2005-től dolgozik a Kossuth iskolában. Lelkiismeretes, igényes nevelő, önképzéssel, továbbképzéssel fejleszti módszertani kultúráját. Az iskolában 10. éve bevezetésre kerülő magyar-angol két tanítási nyelvű szakképzés szakmai vezetője, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője. A képzés bevezetésének, népszerűsítésének érdekében rendszeresen tartott óvodásoknak angol nyelvi foglalkozásokat, beiskolázási szülői értekezleteken tájékoztatót, nyílt tanítási órákat az érdeklődő szülők számára. Az iskolai idegen nyelvi pályázatok megírásában és megvalósításában is aktív szerepet vállalt. Diákjai rendszerint dobogó helyezést értek el a nyelvi versenyeken, valamint matematikából és magyar nyelvés irodalomból is kiemelkedő eredményeket értek el. A Csodaszarvas program keretében vezetőpedagógusként szervezi az angol nyelvi táborokat diákok részére. Az iskolai innovációk aktív tagja. A folyamatos továbbképzés és önképzés igénye jellemzi. A pedagógus pálya iránt elkötelezett, innovatív pedagógus, szakmai munkája példaértékű. A pedagógusok előmeneteli rendszerében 2021. március 9-én pedagógus 2. fokozatot ért el és szerzett. A kitüntetéséhez szívből gratulálunk, további jó erőt és egészséget kívánunk! Mezőtúrváros képviselőtestülete Mezőtúr gyermekeiért kitüntető díjat adományoz Tóth Gyuláné részére. Tóth Gyuláné középiskolai tanulmányait a Mezőtúri Teleki Blanka gimnáziumban végezte. 1984-től nyugdíjazásáig óvodatitkári tisztséget töltött be a városi óvodákban. Az óvodatitkári munkakör bizalmi alapokon nyugvó, felelősségteljes munkakör. Munkájára magasfokú szakmai igényesség volt jellemző. Kollégáit, az óvoda dolgozóit mindig megbecsülte. Jól felkészült, tapasztalt, az oktatás-nevelés rendszerét kiválóan ismerő szakember. Az óvoda mindenkori vezetőjével, az óvoda dolgozóival szemben lojális tapasztalatait, értékes ismereteit az intézmény jó hírének növelésére, sikerességére, az intézmény vezetésének támogatására szentelte. A rábízott feladatokat gyakorlottan, precízen végezte el. A munkaügyi pályázatok megírását önállóan végezte, mely nagyban segítette az intézmény humán erőforrásának javítását, a zavartalan működés biztosítását. Az éves költségvetés tervezése során pénzügyi területen is nagy hozzáértéssel segítette kollégáit és a vezető munkáját. Munkáltatói és munkatársai mindenkor számíthattak megbízhatóságára, széleskörű tájékozottságára és tapasztalatára. Felettesei többször is vezetői dicséretben részesítették. A mai kitüntetéséhez is szívből gratulálunk, további jó erőt és egészséget kívánunk! Az Emberi Erőforrások minisztere, dr. Kásler Miklós miniszter úr pedagógus szolgálati emlékérmet adományoz Hegedűsné Fehér Edit részére.
Gyermekkori álma vált valóra, amikor 1976-ban felvételt nyert a Hajnóczi József Gimnázium és óvónőképző szakközépiskolába Tiszaföldvárra. A sikeres érettségi után óvónőként helyezkedett el szülővárosában Kunmadarason, majd mezőtúra került, és először általános iskolai diákotthonban dolgozott egy évet, majd 1982-től a Csodavár óvoda jogelődjénél, az Rínyi úti óvodában kezdett el dolgozni óvónői munkakörben. Kimagaslóan magas szintű eredményt ért el a gyermekek ábrázoló készségének fejlesztése területén. Tagja volt a Városi Ábrázoló Munkakörnek, valamint 1981 tavaszán elvégezte az úszóoktatói tanfolyamot, majd 1993-ban a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola testnevelés szak által indított úszóoktató, sportoktató képzést végezte el, mellyel vízhez szoktatást, úszásoktatást taníthatott az óvodában. Ez irányú tevékenységét 20 éven keresztül végezte. 1983 és 85 között a Szarvas Óvónőképző Intézet levelező tagozatán tanult és tett sikeres államvizsgát. Pedagógusi pályája során mindig fontos volt számára a gyermekek mindenek felett álló érdekének a képviselete, az egyéni bánásmód elvének érvényesítése, az egyéni képességek fejlesztése, a felzárkóztatás biztosítása, a tehetséggondozás, a gyermekek személyiségének pozitív formálása és a cselekvésen alapuló komplex fejlesztés megvalósítása. Szaktudásának folyamatos fejlesztése hozzájárult a sikeres életpálya megvalósításához. 2012-ben sikeresen részt vett az óvoda minőségbiztosítási rendszerének a Comenius 2000 közoktatási és minőségfejlesztési program egyes intézményi modulnak a kiépítésében, koordinálásában. Az erre a rendszerre létrejött minőségfejlesztési támogató csoport aktív tagja volt, segítve a rendszer minél hatékonyabb kiépítését. 2016-ban pedagógus 2 minősítő eljárásban sikeresen vett részt. A pedagógus pályán szerzett értékes tapasztalatait az intézmény vezetése is felismerte, értékelte, és 2003 és 2007 között megbízást kapott a Mesekert óvoda tagintézmény vezetésére, majd 2014-től a harmadcsepót volt a tagintézmény vezetői feladatait látta el. Feladatát maximálisan teljesítette, a dolgozókkal, a szülőkkel korrekt, segítő szándékú kapcsolatot teremtett. Több pályázatot is írt folyamatosan, ilyen például a Zödovoda pályázat vagy az IPR-ek, mellyel erősítette a mezőtúri városi intézmény hírnevét. Az óvodásaival rendszeresen, sikeresen részt vett rajzpályázatokon. Precízen, magas szakmai színvonallal, igényesen végezte el feladatait, a gyermekek mindenek felett álló érdekében, példát mutatva munkatársainak is. Szaktudásának folyamatos fejlesztése is hozzájárult ehhez a szép, sikeres életpálya megvalósításához. Szívből gratulálunk a kitüntetéshez. További jó erőt és egészséget kívánok! Aranydiplomásként köszöntjük Guba Bélánét. A mezőtúri Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola Gordonka tanára volt nyugdíjazásáig, 2005. decemberéig Guba Béláné. Nyugdíjas évei aktívan kezdődtek. Ennek folytatásaként 2011. szeptemberétől ismét részt vett a jövő generációjának zenei képzésében, jelenleg is aktívan, zenével fűszerezve tölti napjait. 1970-ben egykori zeneiskolájában kezdett tanítani. 1971-től kinevezett tanár lett a mezőtúri állami zeneiskolában. Munkabírása és ambíciója példaértékű. Guba Béláné Erzsike pedagógiai tevékenysége több mint 50 éve kezdődött, akkor egészen más körülmények között, s azóta bizonyítja szakmai rátermettségét, hozzáértését, elhivatottságát. Több növendéke választotta az életen át tartó zenei tevékenységet, pályát. Rendszeresen és eredményesen vettek részt cselistái a különböző versenyeken, fesztiválokon. Cselistáival a városi és iskolai rendezvények állandó közreműködői voltak.
Láthattuk a dalvarás kisegyüttesben csellózni, vagy a városi pedagógus kórusban énekelni. Munkáját mindig örömmel végezte, és végzi most is. Több generáció ismeri a nevét, tapasztalta meg közvetlen, mindig jó kapcsolatra törekvő pedagógiai tevékenységét. Emberi és szakmai példaértékű magatartása alapozta meg jelenleg is tartalmas életét. Az aranydiplomához szívből gratulálunk! Aranydiplomásként köszöntjük Hegyi Imrénét. Hegyi Imréné a Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium nyugalmazott magyar-orosz szakos tanára, aki 1971-ben szerzett magyar-orosz szakos főiskolai tanári diplomát a Szegedi Tanárképző Főiskolán. 1983-tól 2007-ig nyugdíjba vonulásáig tanított a Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban. Munkáját precízen, lelkiismeretesen végezte. Hosszú évekig segítette a diák önkormányzat munkáját. Önképzés keretében középfokú nyelvvizsgát tett német nyelvből, megszerezte a középfokú könyvtáros asszisztens képesítést is. Rendkívül értékes munkát végzett a tehetséggondozás területén. Az édesanya nyelvünk, a szép magyar beszéd, a Petőfi szavaló verseny és az Implom József helyesírási versenyeken tanítványai rendszeresen a megyei élmezőnyben voltak. Éveken át az ő tanítványa képviselte a megyét a szakmunkás tanulók kategóriájában az édesanya nyelvünk verseny országos döntőjén Sátoraljaújhelyen. Fontosnak tartotta, hogy tanítványai megismerjék az értéket, a kultúrát, hogy egyéniségük gazdagodjon. Rendszeresen szervezett a tanulók részére színházlátogatást Budapestre, Szolnokra. Pedagógiai pályafutása alatt sokat tett a rábízott tanulók személyiségének fejlesztéséért, tehetségük kibontakoztatásáért. Az aranydiplomához szívből gratulálunk, további jó erőt, egészséget kívánunk! Aranydiplomásként köszöntjük Kócsa Jánosnét. Kócsa Jánosné 1971-ben diplomázott a Szarvas Jóvónőképző Intézetben, és kezdte meg a munkáját a Körösladány Újladány óvodában. Mint tagovoda vezető, majd 1978-tól Szarvason a Vásártéri óvodában dolgozott vezetőhelyettesként. Az óvoda ifjúságvédelmi felelőse volt, s közben bekapcsolódott a városi ifjúságvédelmi munkába is. Segített egy mentálisan beteg egyedülálló anyát, hogy a gyermekei vele maradhassanak. Ifjúságvédelem környezetismeret munkaközösséget vezetett. 1987-ben családjával mezőtúra költözött. 1988-tól az egyes számú napközi otthonos óvoda vezetőjének nevezték ki. 1996-tól a kettes számú napközi otthonos óvoda Rákóczi úti óvodájában dolgozott 2008-as nyugdíjazásáig. Itt vezető helyettesként látta el feladatait az óvodák összevonásáig. Munkája során mindig igyekezett figyelembe venni a helyi elvárásokat, szokásokat, összegyűjteni a jó tapasztalatokat és beépíteni, hasznosítani a munkájában, s minden helyzetben a legjobbat tenni. Számos elismerésben volt része, de a legnagyobb a gyermekek, a szülők szeretete, a munkatársakkal való jó kapcsolat. Az aranydiplomához ezúton is szívből gratulálunk, további jó erőt és egészséget kívánunk neki.
Körünkben gyémán diplomásként köszöntjük Bursi Sándornét. Borsi Sándorné az általános iskola befejezése után Mezőtúron a Teleki Blanka gimnáziumba folytatta tanulmányait, ahol 1959-ben érettségizett. 1961-ben óvónőként végzett a Szarvasi Felsőfokú Óvónőképző Intézetben. 1961-ben Törökszte Miklóson kezdte el pályafutását. 1964-től 1969-ig a mezőtúri Kilián lakótelepi óvodában dolgozott, majd áthelyezéssel a Petőfi úti óvodába került, ahol óvónőként dolgozott 1996-os nyugdíjba vonulásáig. Óvodapedagógusi munkáját igyekezett rendszeres továbbképzésekkel folyamatosan fejleszteni a gyermekek eredményes nevelése, oktatása érdekében. A fejlődést elősegítő pedagógiai munkája során mindenkor a különböző gyermeki személyiségekhez igazodóan az egyéni szükségleteket figyelembe véve igyekezett differenciáltan a sokoldalú személyiség komplex fejlesztését megvalósítani. Munkatársaival kölcsönösen tisztelve segítették egymást. A szülők a munkáját elismerték, így folyamatosan élvezte és érezte tiszteletüket és szeretetüket. Szakmai tapasztalatait szívesen osztotta meg az óvodába gyakorlatot végző főiskolai hallgatókkal és pályakezdő kolléganőivel együtt. 1990-ben az eredményesnek minősített munkájáért művelődési miniszteri dicséretben részesítették. A gyémán diplomához ezúton is szívből gratulálunk, további jó egészséget kívánunk! Vas diplomásként köszöntjük Török Lászlót. Pedagógiai tevékenységet a gyermekközpontúság, a gyermek szeretete jellemzi. Munkásságának lehetne ez a jelszava. Követelek tőled, mert tisztellek. Munkájában törekedett a tanulók cselekvő részvételére, hogy a tanulók tudatosan és érdeklődéssel kapcsolódjanak be a tanulmányi munkába. A tanulóktól megkövetelte, hogy 5-8 felmenőrendszerben feladataikat pontosan oldják meg, végezzék el, hogy belső igényé váljon a pontos munkavégzés. Szaktárgyain belül törekedett arra, hogy az óráig folyó aktív munka, a tanár és tanulók közös tevékenysége elvezesse tanítványait az önálló ismeretszerzés jártasságához. Történelem és földrajz tantárgyon belül törekedett az összefüggések megláttatására, a hazaföldjének és történelmének bemutatásával az igazi hazaszeretetre nevelni. Munkájában a tantárgyak adta szemléltetési lehetőséget kihasználta, és szerencsésen kapcsolta az iskolai tantárgyi kirándulásokhoz. Pedagógiai munkásságának eredményességét jellemzi, hogy tanulmányi versenyeken tanulói több éven keresztül, 8 éven keresztül, városi első helyezést értek el, sőt, földrajzból Albert Katalin országos első helyezett lett. Pesti Sándor középiskolában történelemből országos első helyezést ért el. A Vas diplomához ezúton is szívből gratulálunk. Kívánjuk, hogy legyen még jó erője és egészsége a továbbiakban is. Vas diplomásként köszöntjük Veres Gyuláné, Varga Esztert.
Veres Gyuláné, Varga Eszter 1956-ban szerzett kitüntetéses oklevelet a Szegedi Pedagógiai Főiskola Magyar Nyelv és Irodalom szakán. 1961-ben a történelem szakot is elvégezte. Közel 4 évtizedet töltött a választott és szeretett pedagógusi pályán. Kunmadarason kezdett tanítani, majd Mezőtúron folytatta a 4-es számú általános iskolában, innen ment nyugdíjba 1991-ben. A tehetséges gyermekeket versenyekre készítette fel, a lemaradókat külön feladatokkal bízta meg és segítette őket. Szaktantárgyi tanítása mellett osztályfőnöki, könyvtárosi, pályaválasztási felelősi teendőket látott el. Fontosnak tartotta, hogy tanítványai érdeklődők nyitottak legyenek. Nyári szünidőben táboroztatott, vándortúrákat szervezett, városi munkaközösség vezetőként kiemelten foglalkozott a pedagógiai gyakorlatokat töltő főiskolai hallgatókkal. Sokrétű társadalmi munkával járult hozzá városa fejlődéséhez. Több tanítványa a tanári pályát választotta. Nyugdíjba vonulása után még több évig visszajárt tanítani. Munkáját számos kitüntetéssel, többek között a Művelődési Minisztérium dicsérő oklevelével és pedagógus szolgálati emlékéremmel ismerték el. A VAS diplomához ezúton is én is nagyon sok szeretettel gratulálok, és további jó erőt és egészséget kívánok. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Ezzel a Városi Pedagógus Napi ünnepségünk végére érkeztünk. Kérem szépen majd az elkövetkezetőben a kitüntetetteket, hogy egy közös fotó erejéig szíveskedjenek majd itt maradni. Az ünnepségünk végén egy szerény vendéglátással kedveskedünk a pedagógusainknak és a meghívott kedves vendégeinknek. Én köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, jó munkát és jó egészséget kívánok a következő tanévre. Köszönöm szépen! Tisztelt jelenlévők! Szeretném megköszönni Patkos Évának, aki nyilván mindenki tudja, hogy ő is pedagógus, az óvodánk intézményvezetője, Évike, mint mindig, most is bájos házigazdája voltál, ennek a szép ünnepségnek fogad szeretettel ezt a csokrot. És jó egészséget és sok sikert kívánok neked is. Köszönöm szépen.